Hát sok-sok szeretettel üdvözlök mindannyiótokat ebben az újabb videó sorozat első elemében. Ezúttal nem tankokat, vagy nem tankot, nem féllánctalpast, nem repülőgépet fogunk megépíteni, és nem is teherautót, hanem egy olyan dolgot, ami messze menőkig meghatározta a II. Világháború menetét, ami nem más, mint a híres vagy hírhedt 88-as vagy 8,8-as flak löveg, ami ugye, mint mondottam, nem egy forma volt, nem volt egy forma a tengerészeti, haditengerészeti 88-as löveggel, ez egy légvédelmi 88-as ágyú volt, amit egy része volt, ami ugye talpakon állt, és voltak olyanok, amiket ugye úgynevezett kerekeken vontottak. Ezeknek a lövegeknek nagyon nagy volt az átütő ereje, és az afrikai harcok során Erwin Rommel számos alkalommal nem az ég felé fordította a lövegek csövét, hanem a szemben jövő harckocsik felé, és eredményesen alkalmazta a harckocsi hadviselésben is, és ennek gondolatára történt aztán az elnézést, hogy a 88-as ágyúval ellátták a Tigris tankokat, ami ugyan még nem ez a 88-as volt, de nagyon hasonlított paramétereiben ehhez az ágyúhoz, ez a löveghez, és ezért volt olyan eredményes tank a harckocsik kilövésében egy Tigris harckocsi, egy Panzerkampfwagen 6-os. Ugye, hát itt ez a Kobi készlet, ez 225 kockát tartalmaz, és egy darab figurát, egy ime katonát. Ebben az esetben egy komplett harcállás kiépítését is megkapjuk, nem csak magát a löveget tudjuk megépíteni, hanem egy ilyen homokzsák akadályt, drót, ugye szöges akadályt, magát egy ilyen szerszámos ládát is kapunk mellé, úgyhogy aki dioramát tervez építeni, az annak ezek jó kis kiegészítők lesznek. Amit érdemes tudni, hogy még adni fognak hozzá nekünk egy távcsöves Gewehr 43-asat, ami a németeknek a mesterlövész puskája volt, 7,43-tól 45-ig volt gyártásban, egész komoly, 746 méter per szekundumot tudott a lövedéke, és ezek a lövedékek 7,92 mm-szer 57 mm-esek voltak, Mauser gyártmányok. Maga a 88-as löveg az 1936-tól 45-ig állt szolgálatban Németországban. Ugye, hogy le is idett, hogy a típusa az anti-aircraft gun, ugye légvédelmi elhárító löveg volt, mint ahogy itt jól is látható, az ég felé volt képes nézni és lelőni a repülőgépeket. 3-4 km magasságban repülőgépeket simán lelőtte. A súlya az 5 tonna volt, maximális hatótávolsága, hát itt még többet is ír, ugye maximálisan 10,6 kilométert le tudott előni, 8,8-as kalibere volt, és a valóságban 10 fős legénysége volt egy ilyen lövegnek. Ugye ez mindenre értődik magára a lövészekre, aki a töltőkre, a lövegegység parancsnokra, tehát minden ilyesmire vonatkozik. Ez ami érdekesség ebben a készletben még, azt kell mondjam, hogy maga a löveg az 18,5 centi hosszúság és 14 centi szélességű maga, amikor a talpán áll, tehát egész szép valami, és amikor fölemelkedik, akkor 17 centi magas lesz az egész, tehát nagyon szép valamit kapunk. Ez a Kobinak a Company of Heroes 3 sorozatában jelent meg ez a löveg. Mikor megláttam, nagyon boldog voltam, ebben a sorozatban is adnak ki egy jó pár olyan tankot, már kicsit másfajta kinézette vagy löveget, ami beleillik a II. Világháborúba, és ez egy nagyon okos és szép gondolat a Kobitól, és köszönjük szépen neki, most fogjunk is neki ennek a felépítésének, jó?
vágtuk teljesen meg, úgy látom, de nem baj. Jó, megvan. A dob azért nem kár, ugye, azt tudjuk, hogy azért nem kár, de azért, hogyha fogjuk a kis itt most ezt végigvágjuk ezt a papírt, akkor egyszerűbb lesz kinyitni. És akkor már is nyílik a doboz, legalábbis remélem, igen, sikeres lesz. Még van, ahol fog tart, de azért nem. Na, hát akkor ezt mindjárt látjátok is, hogy ez egy nagyon új dolog. Most ugye 2023. januárjában készül ez a videó, és az 2022. 9. hó 28-án 15 óra 41 perc, 43 másodperckor lett csomagolva a jelesben. Nézzük is, hogy mit tartalmaz a doboz. A doboz mindösszesen ennyit tartalmaz, de nem baj, ennyi bőven elég, mert az a lényeg, hogy az ágyút meg tudjuk építeni belőle, vagy löveget kinek hogy tetszik, és ugye ide fogom tenni, ahogy szoktam, hogy lássam, hogyha amit elhibáznék. Kapni fogunk egy füzetkét hozzá, ugye összeállítási füzetet, ugye ahol rajta van, hogy pad printed, no stickers, ugye, hogy előre nyomtatott már az embléma rajta, és a maga a katonának is a ruhája, tehát nem kell levonókkal bajlódni, nem kell matricázgatni. Ugye, ahogy mondtam nektek, ott a Company of Heroes-ból csináltak például egy Panzer 4 Ausführung modellt is, csináltak egy Churchill Mark 3-ast, vannak különböző legénységek, akiket ugye össze lehet rakni ebben a dologban, megvásárolhatók ezek is. Én úgy gondolom, hogy akinek nincsen még Panzer 4-es, az nyugodtan vásárol Panzer 4-est ebből a sorozatból. Egy másfajta Panzer 4-es kap, mint az idáig lévő összes. És akkor itt vannak még ugye az újdonságok. Ugye van újfent Panzer 3-asunk, egy Ausführungi változat. Van a Panzer 2-es is, úgy látom, hogy ki fog jönni 1.48-ban, ami nagyon örülök neki, mert Panzer 2-esből nem nagyon, ha bár 1.48 kisebb lesz, ez a kis méretű, ha az annyira azért nem. Igen, a 48-as méret arányt azt igazából, megmondom őszintén, ugye ez 1.35-ös, ahogy láttuk, ugye a dobozon 1.35-ös a méret arány, a 1.48-asok azok igazából, amikor a diorámában egy ilyen hadijátékot játszik valaki, akkor azért ott másabb. Ugye kiadják ugyanúgy pudelként a párducot, ugye ennek 1.28 a méretaránya, ha minden igaz, ha jól tudom. Tehát igazából ebből a szempontból reméljük, hogy már kiadják egyébként a Panzer 2-est is újra ebben a sötét színben, vagy most készül állítólag az új fajta ilyen német zöld színű valami. Ugye van itt egy német bunker, egy German Fighting Position, ez is szintén a Company of Heroes sorozatból, és egy amerikai Air Support Centert is meg lehet építeni. Ebből a szempontból nagyon látványos, nagyon jó pofa ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy szépek és jók, hogy megépítjük, és spoilerként közlöm, hogy ő itthon van a bunker, tehát bunkert is fogunk építeni, jó? Oké, és na, kezdjük el folyamatosni az acsikat, ahogy szoktuk. Ezt talán a legjobban kéne megkezdenem, hogy elférjen majd minden. Még sosem építettem ilyen löveget, úgyhogy ez az étvitkezés az első lesz nekem is, hogy egy ilyet megépítek. Ugye mindig volt valami kerék benne, vagy valami ilyesmi. Ugye persze mocskén már készült nálam löveg, de az mégsem teljesen ilyen volt. Tehát ott igyekeztem ugye különböző egyéb összetevőkből összeszedegetni a lövegnek a mienségét. Meglátjuk, hogy fogunk boldogulni ezzel a dologgal. Nagy várakozás van bennem ezzel az üggyel kapcsolatban, és azért vannak félelmek is, hogy vajon hogy sikerül majd ezt az egészet keresztül vinnem, különösen úgy, hogy ilyet végignézitek. Igyekszek majd maximális, hogy külön kaptunk külön két darab drót akadályt,
ezt félre is teszem, mert ez nem szükséges most, és meglátjuk majd, hogy mennyire lesz eredményes az én munkám. Úgy látom, hogy lehet, hogy kicsit melegen rakják bele az acsiba, és mondtam nektek, hogy bele figyelnék, hogy hozzáragad az acskóhoz. Nagyon-nagyon figyelnék, hogy ne maradjon benne alkatrész. Erre figyeljetek tényleg, mert ha benne marad, akkor az gáz, mert a keresed és nem találod. És azért nem szabad az acskót sosem eldobni addig, ameddig a készlettel nem végeztél, mert akkor jön a hőbörgés, a dünnyögés, hogy hát nem küldte, akkor mert nem rakta bele, de belerakta, csak te kidobtad zacskóstól, és az annyira nem jó. Ők ezt nem fogják ellenőrizni, nem fogják azt mondani, hogy már pedig te igenis, hogy nem nézted meg kellően, hanem nagyon valószínű el fogják küldeni neked ezt az elemet, de ugye erre várnod kell, még ez megérkezik, és gondolom, hogy nem akar senki sem várni semmire sem, hanem muszáj, hanem szeretné azonnal megépítve látni azt, amiért fizetett, és ez teljesen jogos és valós elvárás, hogy manapság oly divatos szóval éljek, ugye valid elvárása az egy készlettel szemben. Ugye a valid az nem más, mint egy valós érvényes eljárás lenne. De én úgy gondolom, hogy szerintem a Kobi elég jól csomagol, tehát nem nagyon volt, tényleg egyetlen egyszer volt idáig, hogy nem érkezett meg valamilyen készletalkatrész, de a többi alkalommal mindig minden benne volt. A készletben, sőt inkább mindig, ugye tudjátok, több minden is érkezik, mint amit ők leírnak, ugye vannak apróságok, amiből több van. Ugye itt az acsi, ezt ugye az ember fogja, félteszi, és ide fogom félteni magunk mellé, és az orró már ugye előleg nem kell, mert nem kell, hogy fölvágunk, azt ugye a radiátorra magam mellé fogom tenni. Úgyhogy, sőt, még itt maradt egy darab zacskó, ezt ide félteszem, és ezt pedig ide. Jó, na, kezdjünk is akkor hozzá a löveg megépítésének. Hát itt nagyon pici-pici alkatrészekkel fogunk foglalkozni, és igazából meg se néztük, hogy nagyjából mennyi, amit ugye elfelejtettem mondani, és már nézzétek meg, annyira jó, mutatja, hogy kell összeépíteni az embert is, tehát tök jó, darabokból rakod össze az emberkét, és megmutogatja, hogy kell összeépíteni, tehát az nagyon jó. 54 oldalon keresztül fogjuk összerakni ezt a kis lövegecskét. Na, és akkor kezdjük is ezt el. Szükségünk van nekünk, akkor egy darab sötét szürke alkatrészekkel fogunk dolgozni. Tehát egy darab sötét szürke 2x4-esre van szükségünk, és szükségünk van 4 darab L alakú alkatrészre, mégpedig én úgy látom, hogy erre a fajta alkatrészre van nekünk szükségünk, jó? Ilyenből kell nekünk 4-gyel rendelkeznünk, úgyhogy én meg is próbálom őket kiszedegetni. 3 és 4. Ezt pedig a következőképpen kell felrakosgatni a kép tanulsága szerint. Ugye föl kell tenni egyet ide. Egyet ide. Egyet ide. És a negyediket pedig így ide. Tehát akkor ilyen alkatrészt fogunk, így fog kinézni az alkatrészt, amit összeépítettünk. Jó, meg is jön a kettes számú ábra. A kettes számú ábrában maga a lövegnek a forgatójára lesz szükségünk, és szükségünk lesz 2 darab egyszer kettes vagy 2x1-es elemre. Mégpedig ilyen lapos 2x1-esből lesz 2 darab, amit föl fogunk használni ehhez a következő megoldáshoz. Na most, olyankor, amikor ezt megcsináltuk, ugye 2 darab van, fogjuk ezt a forgatót, ezt belepattintjuk oda rá a többire, így. Bele kell közé szépen csúsztatni, és össze kell pattintani, össze kell préselni. Rögzítettük, és ha felétek áll, akkor ide kell egy 1x2-es, és ide kell még egy 1x2-es felpattintani, és ezzel kész is vagyunk
a kettes képpel. A hármas képpel pedig a következő módon kell boldogulnunk. Szükségünk van ismét egy darab egyszer kettes elemre. Azt én ki is veszem. Ugye itt van egy egyszer kettesre szükségünk van. Igen, szükségünk lesz egy. Hát ugye kis bütyürkék vannak most itt, ugye nagyon-nagyon figyelnem kell arra, hogy honnan mit veszek ki, mert ilyen elemre lesz szükségünk, ilyen fajtál, és ebből kettőre lesz szükségünk, egy, és akkor keresem a másodikat, itt van a kettő, jó, megvan. Szükségünk lesz ugye az általam sokszor G elemnek nevezett elemre, erre az ilyen fajtára, ugye ami így néz ki, jó. Ebből szükségünk lesz szintén kettő darabra, egy és kettő darab, nagyon jó. És szükségünk lesz egy darab olyanra, ami egyszer kettes alapú, de a teteje az sima, lapos és sima, és középen van egy az egy darab ilyen valami, és nem kiemelkedős, hanem csak sima. Szóval, ezek után azt kell csinálnunk, hogy én úgy gondolom, hogy először azt mutatom meg, amit fölteszünk. Ugye van a G elem, amit én G elemnek hívok, ugye a G modellből, amiből nem kaptuk meg ezt, és ide ezt a kettőt össze fogom szúrni így. A másikat szintén megcsinálom ugyanígy, jó? Oké, és mikor ezzel készen álltok, akkor ezt a valamit, ugye ide raktunk egy ilyet, ezt fel kell pattintani az egyiket majd így ide, jó? A másikat pedig a másik oldalra kell fölpattintanunk, mégpedig így ide. Jó, így, ez itt így megvan, jó? Fölpattintottuk, kész van. A következő mozdulat, megfogjuk az egyszer kettest, a másik, ami itt van, arra még egyszer rápattintunk egyet, és annak a tetejére rápattintjuk még egyszer ezt a valamit így. És akkor ezzel itt készen is vannánk. Nagyon jó. Jön a négyes. Négyes. Szükségünk van egy egyszer kettesre. Igen, szükségünk lesz egy olyan elemre ismét, amit az előbb használtunk fel, ami ugye és így néz ki, nem, bocsánat, rosszat mondhatok, elnézést, szóljatok rám, hogy ne vágjál akár benneteket. Tehát szükségünk lesz egy ilyenre, miközben éppen van ez a valami. Igen, és szükségünk van egy darab, ugye egyes zsalókőre, amit én zsalókőnek hívok. Nem tudom, hogy melyikben lesz benne, majd mindjárt látjuk, hogy melyikből tudjuk ezt kiemelni. Az zsalókőszerű elem kell nekünk. Nem olyan egyszerű az ilyet, srácok, mert azért itt eléggé picik ezek az alapok, ezek, nézzük végig őket, hogy hol lehet vajon. Ez megvan. Megtaláltam. Ugye egy ilyen fajta elemre lesz szükségünk. Jó, mind a háromból csak egy kell. Tehát így van nekünk, ez szembe velünk, ugye itt van a két, amit most felraktunk az előzőleg. Arra föl kell pattintanunk nekünk egy darab egyszer kettest, ezzel ugye rögzítettük. Majd rá kell pattintanunk ezt a középen álló egy darab furbütyköset, és a furbütyökre föl kell pattintanunk a zsalókövet. Így, és akkor ez így fog kinézni, jó? Tehát itt ezt építettük most meg. Jó, ez volt a négyes kép. Ötös képnél szükségünk lesz két darab egyszer kettesre. Egy és kettő, és szükségünk lesz hozzá egy olyan fajta elemre, ami kétharmad magasságú és két irányba néz. Az előbb láttam ezt valamelyik dobozban, de majd mindjárt előhalászom nektek. Nem tudom elmondani pontosan, milyen elem ez, ezt láttatni fogom veletek, jó? Igen, megvan.
Tehát ez nem egy teljes kocka magasságú, de így néz ki, jó? Ilyen, és ebből van kettő, jó? Na most, amikor ezzel megvagytok, ötös képről beszélünk, fogjuk, és akkor azt mondja, hogy fordítsuk ezt a dolgot teljesen meg így. Így megfordítottja velünk. Ide felrakat velünk két darab egyszer kettest. Tehát ugye látjátok, hogy ezt ugye itt is van egy ilyen, és ide felrakatott így egy ilyet, és hátra pedig felrakatja ezeket az elemeket, mégpedig úgy, hogy ez így álljon. Jó? A másik meg a másik irányba álljon. Ígyni. Tehát így néz ki az a hátsó rész. Oké? Na, ezzel megvolnánk. Jön a hatos kép. A hatos képhez szükségünk van ismét egy egyszer kettesre. És még mindig van belőlük. Egyszer kettesre. Jó. Szükségünk van nekünk ismét egy zsalukő szerű elemre. Az ebben volt benne, de meglátjuk, hogy most igen, itt van. Oké. És azt mondja, hatos. Jó, egy egyszer kettes zsalukő szerű elem. Igen, egy. Két darab ilyen fajtára. Tehát erre a fajtára, az egyszer kettes alapú ilyen fajtára. Szükségünk van két darab olyanra, ami döntött háromszög alakú elem, és nincs rajta rajzolat. Tehát igazából én azt mondom, hogy aha, csak ebből van többféle. Valami erősebben meg van döntve szerintem, és valami kevésbé. Meglátjuk mindjárt, hogy én találtam egy ilyet, de szerintem nem ez kell. Ez az enyhében megdöntött. Megnézem, hogy van erősebben megdöntött háromszögű. Mert ha igen, akkor szerintem azt fogjuk tudni használni. Azt kell majd használnunk, igazából így mondom. Ebben nincs olyan. Lehet, hogy is az lesz majd az, ami kell nekünk. Megígértem saját magamnak is, hogy nem fogok sietni kapkodni, a ti érdeketekben teszem ezt. De megtaláltuk, ugye látjátok, ez jóval erősebben meg van dőlve. Mindjárt a... megmutatom nektek így. Ugye ez, és akkor a másikat meg ilyet találtam. Lehet látni, hogy a kettő nem ugyanolyan, ez a fajta kell nekünk. Ez egy, és van még egy ugyanilyen belőle, a kettő kell ebből. Így van, és ezt meg ide rakjuk, jó. Oké, és tehát akkor hatos képen kettő darab ilyenünk kell, hogy legyen, egy darab ilyen, kettő kell ebből, jó. Tehát akkor fölvesztük ezt a valamit így ismét a kezünkbe. Az egyik, ugye, itt már látjuk, hogy van egy ilyen. A másik oldalra szintén fölteszünk egy ilyet, tehát ami most felénk állt, arra megint föltettük, mert itt is van egy ugyanolyan. Jó, utána rá kell nekünk pattintani egy egyszer kettest ide, mert ezzel összefogadjuk, hogy ideig föltettünk. Majd ismét rá kell pattintanunk egy darab ugyanilyen egyeset. Rá kell pattintani a zsalukőszerű egyes elemet, így. És ezeket a kis valamiket, ezeket úgy kell föltenni, hogy így álljanak. Tehát így, látjátok? Így álljon. A másikat pedig a másik oldalra kell fölpattintanunk, és akkor így az egész az ilyenné vált ezáltal. Most tartunk így itt. Nagyon jó. Oké, és lapozzunk tovább. Jöhet a hetes kép. A hetes képhez szükségünk van nekünk. Jó, ismét két olyan ellakó valamire, ami most nem fölfelé, hanem lefelé hajlik a csőre. Tehát egy olyan valamit kell keresnünk, aminek lefelé hajló csőre van. Tehát magyarul nekem szükségem lesz. De miért? Azt mondja, hogy ennyire. Igen. Jó. Tehát ilyen fajtából kér kettőt. Nem tudom, miért különfajtánként hozza ezt. Másfajta színű, de nem hiszem. Na mindegy, keresünk egy darab ilyet, és keresünk még egy ilyen
ilyet nekünk. Ebben nincs. Ez fölfelé jár. Lefelé járónak kell lennie. Tehát... ebben sincs. Akkor csak is ő lehet az, igen. Jó. Tehát találtunk még egy olyat. Nem látom, hogy... Nem értem, miért kettő, de külön, miért nem ezt írta, hogy kettő kell belőle, mindegy. Jó, azt mondja, kell nekünk egy 2x2-es lapos, ehhez még. Azt majd megkerítjük mindjárt, hogy hol van. 2x2-es lapos. Igen, jó, itt van a 2x2-es lapos. Kell egy 2x2-es olyan, aminek a talpa az sima. Aha, igen, tehát olyan fajta kell 2x2-esből, amely a talpa sima. Jó, de mindenek előtt kell egy ilyen elem is, ami forog az egész, jó? Ilyen is kell. És kell egy 2x2-es sima aljú. Majd mindjárt mutatom, amit ugye, amivel leszoktuk takarni a dolgainkat, srácok, olyan fajtát keresünk most. Olyan fajtát keresünk, amivel leszoktuk takarni a dolgainkat. Igen. Megmutatom, mire gondolok. Ugye ő az. Ugye akinek olyan sima a talpa. Tehát akkor a hetes képhez kell nekünk egy ilyen. Egy és kettő. Szerintem ez a kettő teljesen ugyanaz. Hát nem teljesen, mert az egyik az, aha. Két különböző. Lehet látni, nézzétek csak meg, hogy az egyik az ilyen, a másik meg ilyen. Tehát két fajtát találtam, de több nincs is belőle, úgyhogy szerintem ő is ezt hozza, hogy igen, kell, két fajta kell. Nem tudom miért volt így, jó, mindegy. És kell nekünk egy ilyen, és kell egy ilyen, jó. Következő megoldás, azt a kettő valamit, ezt le kell fordítani, így ide. És rá kell pattintani a kétszer egy, erre, így erre a 2x2-esre, így egyiket, és a másikat. Így megvan. Nagyon jó, mondjuk legyen most ez felénk, mert ő is így mutatja, ez a bemartabb. Ennek a talpára kell pattintanunk, ugye ide kell pattintanunk ezt a fedélt, és ezáltal színbe is hoztuk, látjátok, színbe hoztuk, és rá kell pattintani ezt a forgatómechanikát az egészre, így megvan. Okés. És idáig eljutottunk ezzel. És ő pedig ezt a valamit belepattintja most így ide ebbe. Hogy megcsináltunk idáig, ugye ebbe ő belepattintja ezt a valamit így ide. Asztalon egyszerű, srácok, bele kell nyomni. És már is forog majd a löveg az ágyú talpon, jó? Oké, ezzel elkészültünk. Na, a következő képnél kell egy 1x3-as. Egy ilyen. Oké, kell nekünk egy fölfelé hajló végű valami. Az előbb láttam azt valahol. Igen. Egy ilyen elem kell nekünk, nézzétek, csak egy ilyen. Így néz ki. Jó? Kell egy darab ilyen. Jó. Kell egyes fajta. Ugyan szokásos, sima egyesünk kell. Ebből is csak egy darab kell. Kell olyan fajta, ami ugye így áll a kampó rész rajta. Kell ilyen, ebből is csak egy kell, és kell még egy ilyen kicsit érdekesen belemenni. Aha, szerintem az ő, nem ő. Nem ez az.
Nem ő az. Variáció van, mert ugye nem akármilyet vehetünk ki. Na hol van olyan? Aha, szerintem ő lesz az. Igen. Kell egy olyan fajta, ami így néz ki. Nézzétek meg így. Jó? Ez így néz ki. Oké, és így. Oké. Na, nem tudom, mi ez a hang a Daisy-ként rendezkedik. Tehát megfogjuk az 1x3-ast, így, erre, amit az előbb mutattam nektek éppen, azt rápattintjuk így a végére. Így ide. Amikor ez megvan, akkor rá kell pattintani nekünk ezt a másik fajtát, így ide. Így. Meg vagyunk. Az egyest ide középre kell pattintani, ide. Kezdhettük volna, most folytatottuk volna másodikként ide, de mindegy. Berakjuk, meg is fordítjuk így. És ezt a kampós részt, ezt pedig így kell fölpattintanunk. Így. Így néz ki ez a valami. A kés? Nagyon jó. Nos, kell nekünk a kis kedvenc elbetűm. Egy. Igen, és kell egy ilyen hasított elem, mégpedig ami így néz ki, így, jó? Oké, na most megfogjuk ezt, az elbetűt, azt berakjuk így ide. Így, ide, ezt a hasított elemet, aha, csak ennek a párja kell, mert nem így kell, hogy berakjuk, hanem ellenkező kép, tehát az ellenkező ilyen irányú kell. Azt mondja, hogy hogy is van ez? Aha. Ez nem olyan. Egy-két. Na hol vagy? Kedves hasított elem, hol leszel? Itt van. Jó, megvan. Tehát olyan fajta kell nekünk, ami így áll. Ugye így fog ide kerülni, így. Így fog kinézni az egész. Tehát a másik az ugye így állt, így ellenkezőnek, ennek így kell állni, így. Jó, oké. Szuper, meg vagyunk. Ez volt a 9-es kép, ezzel is elkészültünk, olyan a 10-es kép. A 10-es képhez kell nekünk egy darab 2x2-es. Így van, kell egy 1x3-as. Igen, és kell egy ilyen nagyon pici elem, ilyen fél borítás, majd látni fogjátok, hogy mire gondolok ezzel, mint szerző. Jó, na, azt mondjuk, hogy is van ez így? De először is ezt a fél borítást megkeresem, hogy ez hol van. Igen, ez az. Ez egy negyed körcikk egyébként. Mutatom majd csipesszel most nektek, mert nagyon fontos, hogy hogy néz ki. Ez így néz ki. Oké? Okay? Egy ilyet kellett még keresnünk. Szóval, így áll az egész cuccosunk. Ugye ez a... Aj! Ez az egész cuccos, az ugye itt van egy kis gubó. És utána azt kell, hogy csináljuk, hogy az 1x3-ast azt ide kell, hogy tegyük, ígyni, ez fent van. Nagyon jó. A fél gömbölyűt azt ide kell, hogy tegyétek, ide. A legvégi, hát ez egy érdekes szituáció, de majd össze fog állni. Tehát az így ide került, látjátok? És ő erre szerintem rálapolja ezt a valamit így. Így. Én úgy tudom, ez a legteteje.
Igen. Nem. Nem jó. Nem úgy teszi. Úgy, igen, oda teszi, és ezt így ide rakja, ide. És ezzel merevít. Jó? Így. Tehát ez ilyen lesz a végére. Tehát ez ide jött, ez ide ment, ez pedig így ide. Nagyon jó. 11-es képhez kell nekünk, hát ez eléggé kis sziszifuszi munkának szokták az ilyet mondani, úgy emlékszek, hogy sziszifuszi munka, amit most csinálunk, hogy ezt a picike kis ágyút, ezt így összerokosgassuk. Tehát szükségünk lesz most egy ilyen elemre. És szükségünk lesz egy olyan fajtára, ami egy ilyen kampó, sarkantyús-szerű valami. Ezt megpróbálom előkeríteni, mert nem egyszerű. Ugye ennek az ágyúnak az a nagyon szuper dolga, hogy minél kevesebb elem lesz, annál jobb dolgunk van, mert annál kevésbé kell majd keresgélnünk. Ugye a pici-pici apróbbnál apróbb elemek között, hogy vajon melyik is az, ami nekünk jó vagy kell. Mert addig rengeteg apró pici elem van, amit nem ajánlatos összekeverni, nem ajánlatos elcserélni, de megtaláltam. És ugye megint tudom, hogy nektek fogóval, hogy lássátok, őt kerestük, jó? Őt, így néz ki. Próbálom minél több oldalról megmutatni, hogy látszódjon, jó? Őt kerestük. Na most, akkor ez így megvan, mi mindig így fogjuk a kezünkbe, rá kell pattintani ezt ide, így, ezt egyszer-kettest így ide, és a másikat pedig úgy kell föltenni, hogy ez így ide álljon, így ide. Na, hogy tudom? Olyan, hogy engedi majd magát föltenni. Igen. Ilyen lett, látjátok? Így ide került ez. Így ide kellett ezt föltenni hátra. Így igaz, a legutolsóra. Jó. Nos, megint kell keresnünk egy olyan valamit, ami fölfelé hajlik. Egyszer a kezemben volt, de mindegy. Azért ezt megtervezni elege lehetett az illetőnek, én úgy gondolom, hogy vastagon elege volt az illetőnek, még ezt így megtervezte, de ügyes munkát végzett, azt kell mondjam. Hogy? Előbb pedig láttalak. Hát ez több mint nem jó. Ebben nincs. Ő benne biztos, hogy nincs. Megvan. Tehát kell nekünk egy ilyen, megint egy ilyen elem. Igen. Kell két darab egyes. Igaz? Nem, egy darab egyes kell. Egy darab egyes kell. Azt mondja, hogy egyest hol láttunk? Itt van benne egy egyes. Ugye ez a fajta ilyen. És kell még olyan fajta egyes, ami, mindjárt mutatom nektek, amit ugye föl tudunk szúrni különböző dolgokat. Tehát kell nekünk egy ilyen fajta egyes, ilyen, jó. És kell egy olyan fajta ebből, aminek a teteje az sima.
ezt még befejezzük, ezt az utolsó mozdulatot. Jó, srácok, lányok. Ezt még befejezzük, mert annál is inkább megtaláltam azt a simát. Jó. Figyelni kell, hogy ne olyan legyen, amin vannak műszerek, hanem ne legyen festés, mert lesz ebből festett is. Jó. Szóval, ezek után, mikor ez így a kezetekben van, akkor ezt a valamit, ezt az elalakult, ezt előrefelé kell, hogy álljon. Tehát így előrefele kell, hogy álljon. Jó. És utána az egyest elkezdjük halmozni. Erre, amit felpattintottunk ide, ráteszünk egy egyest, óvatosan. Majd rátesszük azt az egyest, aminek van tetején egy tömör rész, és ugye elől az a kis gugó, ezt előreállítjuk így ide. Igen. És utána, amikor ez megvan, ugyanúgy előrefele kell állni ennek, itt is ennek a kis bütyöknek, és ezt pedig így ide rakjátok. És hát azt kell mondhatjátok, hogy hát nem sok minden jutott el, Heszi papa, de tényleg ennyire jutottunk, srácok, ebből az egészből. Úgyhogy ennyi volt a móka már, a 11-esnél értünk, 12-est megcsináltuk, 11-es kész volt, 12-es megcsináltuk, 13-as, ami majd következik ezek után. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt és megnézte. Én úgy gondolom, hogy mondhatja bárki erre, hogy kicsit nem volt érdekes, mert igen, ez akkor lesz érdekes az a löveg, amikor kész lesz. Tehát ez az a fajta építkezés, amikor még az elején nagyon kevés látvány van, de a végén azért egy kész és szép eredményt fogunk kapni, jó? Ma, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek el legközelebb is, ha tetszett, akkor egy lájkot csapjatok ki rá. Én ennyi voltam mára, sziasztok!